A munkahelyteremtése koncentrál az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje. Kovács Barnabás szerint csökkenteni kellene a munkát terhelő járulékokat, és 9 hónapos álláskeresési járadékra lenne szükség. A szocialista képviselőjelölt úgy véli, javítani kellene a közbiztonságon, és átfogó közlekedésfejlesztési programra van szükség a térségben. A programunk 5 pilléren alapul, ezen az egyik pillér az a munkahelyteremtés. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb jelenleg ebben az országban, ebben a gazdasági környezetben, hiszen látjuk, hogy ez az a terület, elsősorban a gazdasági és vállalkozói szektorban, ahol óriási visszaesések történtek. Nagyon sok programelemünk van, ami a munkahelyteremtés szolgálja, kezdve a vállalkozások támogatásától, az egyszerűsített és csökkentett járulékokig, egészen odáig, hogy például a 3 hónapos munkahely keresési támogatást 9 hónapra fogjuk emelni, hiszen minden statisztika mutatja, hogy Magyarországon, ha valaki elveszíti a munkahelyét, akkor 3 hónap alatt nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen találni másikat. Ez a munkahely keresési idő, ez 9, 10, 11, 12 hónap, néha az egy évet is meghaladja. Tehát ez kiemelt a gazdasági programunkban, hiszen ha elindul a gazdaság, akkor a munkahelyeket lehet megvédeni, lehet újakat teremteni, és akkor egészen más lesz itt a közérzet, illetve egészen más lesz az embereknek az életmódja, életszínvonala, életminősége. Hiszen az, hogyha valaki elveszíti a munkahelyét, természetesen egzisztenciálisan is ez egy rettenetes helyzet, de ezen túlmenően is egyfajta lelki, egyfajta életminőségbeli törést okoz minden családnál. Közbiztonság? Ugye hát a közbiztonság, szintén itt él mindenki, és látja, hogy mi a helyzet jelenleg. Nem akarok poénkodni azzal, hogy ugye voltak itt ígéretek arra, hogy 2 héten belül közbiztonságot rendbe rakjuk. Nem sikerült, az világos. Természetesen a közbiztonság az egy nagyon összetett, bonyolult kérdés, nem csak magáról a bűnözésről szól, hiszen nyilván élethelyzeteket kell rendbe rakni ahhoz, hogy egyszerűen ne legyen motiváció arra, hogy valaki elkövessen olyan bűncselekményeket, amivel a törvényt megszegi. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a rendőri állomány kell segíteni, még több rendőre van szükség, illetve rendesen megfizetett rendőrökre, tehát az, hogy a 4 évente, ugye a választás előtt adunk nekik 10 000 forint kiegészítő támogatást, ez egyszerűen megalázó, hiszen ezzel együtt is az átlag rendőr az 90-100 000 forintot visz haza. Ennyiből tudjuk, hogy 47-ből is meg lehet élni, de egyébként a valóság egészen más. Tehát egyrészt a rendőri oldalt kell megerősíteni, illetve létszámban és anyagiakban, másrészt pedig ugye nyilván az elkövetői oldalon kell fellépni, és javítani kell a statisztikákat, hiszen nem a büntetés mértéke az, ami elriaszt egy bűnözőt, hanem az, hogy mekkora az esély van arra, hogy őt akkor elfogják és lebukik. Tehát ezért nem a büntetés mértékeivel lehet elriasztani azt, aki ilyen cselekményt akar elkövetni, hanem azzal, hogyha tudja azt, hogy 90% az esély arra, hogy őt el fogják kapni. Közlekedési program? Hát a közlekedési program az egyik legnehezebb probléma itt ebben a választókerületben. Ugye a választókerület az egy nagyon, nagyon széles földrajzi egység, ugye egészen a belső agglomerációtól Nagytarcsa, Kistarcsán keresztül egészen a hevesi határig, ugye Verseg, Iklad, addig terjed. Ezért két része lehet ezt is bontani. Egyrészt az agglomeráció, ugye Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Gödöllő, Mogyoród, Szada térségében. Itt a közlekedés fő problémája az, hogy ugye ingáznak az emberek, egy részük Budapestre, egy másik részük pedig Gödöllőre. Itt a közlekedési lehetőségeket, az, hogy mindenki stabilan és normálisan eljusson a munkahelyére, kell javítani. Megszüntett a jelenlegi kormány a Budapesti Közlekedési Szövetséget, aminek az volt a lényege, hogy összehangolni a járatokat, egy közös bérlettel lehessen utazni egészen az agglomerációig és Budapesten is.
ezt vissza fogjuk mindenképpen állítani. A HÉV problémáját meg kell oldani, ugye a HÉV az a budapesti közlekedési vállalathoz tartozik. Nyilvánvalóan, hogy amikor döntések születnek a HÉV-vel kapcsolatban, akkor hát, hogy is mondjam finoman, nem kerülnek előtérbe az agglomerációs vagy a vidéki érdekek. Érthető módon ezt a kérdést kezelni kell. A választókerület másik része, a Galgamente, ott pedig egyszerűen az utak állapota katasztrofális, rendbe kell hozni az utakat, a települések közötti összekötő utakat meg kell építeni, és azt gondolom, hogy a közlekedési résznek, a programomnak ez a legfontosabb eleme. Mit övéli, úgyhogy más lenne, hogyha ön lenne a képviselő ebben a körzetben? Én azt gondolom, anélkül, hogy különösebben kritizálnám a jelenlegi helyzetet, azt azért látni kell, hogy ez a választókerület eddig, az elmúlt 24 évben megszokta azt, hogy az országgyűlési képviselője az, hogy is mondja, ilyen kiáró típusú képviselő, egészen kezdve Rosszik Gábortól, Körösfői Lászlón át, Gémesi Györgyöt is említhetem, de Fogarasiné Deák Valériát is, mindenki a körzet ben ügyködő, ilyen kiáró típusú képviselő volt, tehát ha valahol kellett segíteni, akár csak apró dolgokat, hogy egy óvodához, nem tudom, egy játszószobát és ilyeneket, akkor azt elintézte. Ez a helyzet változott meg, én úgy gondolom, 2010-ben. A jelenlegi képviselő munkája nem nagyon látszik a körzetben, ő egy más típusú képviselői munkát választott, nem a körzetre koncentrál. Én ezt szeretném visszaállítani, tehát hogyha országgyűlési képviselője leszek a körzetnek, akkor egy a választókkal napi kapcsolatot tartó, a körzet ügyeit intéző, megint csak azt tudom mondani, hogy kiáró típusú képviselője leszek a választókerületnek.